Három a magyar igazság, egy a Ráadás, ő a Ráadás. Mindenki, az én nevem Nagy Zoltán, fotózás, utazás, online pénzkeresés, ezek a témák ezen a csatornán, és amúgy jövő januártól újra úton leszünk, valamilyen ennél melegebb szigeten talán meglátjuk. Három dolog van, amin az ember szeret spórolni, hogyha megvette magának az első fényképezőgépét, meg lencsét, vagy lencséit, és elköltött egy rakat pénzt rá, és ott állsz, hogy oké, és akkor mi kéne ez az? És az első dolog, ami rendszeresen spórolnak, az az állvány, ami abszolút megérdemel egy külön videót, majd valószínűleg csinálok is egyet róla. A második a saját oktatásod. Elköltesz egy rakat pénzt kamerafelszerelésre, vagy egy drága telefonra, amivel jó képeket lehet csinálni, de már nem annyira szeretünk költeni arra, hogy meg is tanuljuk használni, meg fejlesztjük a saját kreativitásunkat, ami amúgy sokkal fontosabb, mint maga a felszerelés, amit amúgy első körben megvettünk. És a harmadik pedig a táska. És itt kell elmondjam azt, hogy én soha nem néztem meg videót arról, hogy milyen táska a jó táska. És valószínűleg ezért van az, hogy ő a negyedik táskám, és most jutottam el odáig, hogy igazából elégedett vagyok vele. És el fogom mondani röviden az életútját az első három táskámnak, ami nagyon-nagyon tanulságos lesz szerintem a számotokra, és aztán el fogom mondani azt, hogy milyen szempontok alapján választottam a negyedik táskát, és miért vagyok vele nagyon elégedett. Ez amúgy egy Manfrotto Advanced 2 Gear, vagy Advanced a négyzeten Gear, ezt nem tudom pontosan eldönteni, de valami ilyesmi a neve. Tehát az első táskám. Az első táskám az egy szuper olcsó, neten rendeltem oldaltáska volt. És ami a fejembe járt ekkor, az az, hogy aj, mennyire jó lesz, hogy ott lóg az oldalam a táska, tök menőn néz ki, és bármikor, hogy ott a jelenet, belenyúlok, kiveszem a fényképezőgépet, bekapcsolom, és megcsinálom a képet, és ennél jobb nem lesz. Hát ez az elmélet, ez több szempontból is borult. Az egyik az az, hogy mikor látsz egy ilyet, hogy úgy gyorsan le akarom fotózni, tehát ez a kinyitom a táskát, kiveszem a fényképezőgépet, bekapcsolom, beállítom, lefotózom, az valószínűleg az a jelenet már nincs ott. Ez nem egy revolver, amit az ember csak úgy előkap és elintézi a dolgát vele, hanem tényleg ez egy kicsit több felkészülést igényel. Ha pedig el akarod kapni a pillanatot, akkor meg vagy ott lesz úgyis végig a kezedbe az a kamera, vagy ott fog lógni a nyakadon, vagy az oldaladon, hogy tényleg csak fölkapd és megcsináld ezt a képet. Nem fogod táskából kibe rántogatni, tehát ez az elmélet így, ahogy van, nálam bukott. Aztán erre rájön, hogy minden egy súly ott van az egyik válladon, és gerincferdülést fogsz kapni valószínűleg, és idő előtt meghalsz kínok és szenvedések közepette. De ugye ezt nyilván nem akarod, főleg, hogyha egy állványt cipelni egy oldaltáskán, hatalmas szenvedés, aztán folyamatosan dörzsöli az egyik válladot az összes súly, veri a csípődet a másik oldalon, kidörzsöli a pulcsidat, amit anyukád után a bolyhozóval rakhat rendbe neked, mert állandóan kinyírod az összeset. Nem kényelmes egyáltalán. Úgyhogy itt bukott az első táskám, meg is szabadultam tőle. Puketen voltam ekkor, szereztem be a második táskámat, ami ugye már egy minőségi táska volt, és azt mondtam, hogy most csak olyan táskát vagyok hajlandó venni, ami jó, meg minden elvárásomnak megfelel. Itt láthatjátok, hogy ez másodikra sem sikerült. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy a kínálat picit alacsonyabb volt, vagy kevesebb volt, és ugyan találtam egy jó minőségi táskát, de pici volt, ez volt az egyik fő problémája, hogy nem fértem bele teljes mértékben. És akkor még úgy gondoltam, hogy mindig ragaszkodok ahhoz, ez a gyorsan jussok a fényképezőgépemhez, de már két vállon tudjam hordani a teljes súlyt, hogy ne rokkanjak bele.
És akkor vettem ezt az oldalról, ki lehet venni, félig előre veszem a táskát, kiveszem a fényképezőgépet és fotózok dolgot. Ennek az ára az volt, hogy hogy az állvány az csak hátulra középre volt rögzíthető a táskán, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a fényképezőgépen kívül semmihez nem fértem hozzá, ami szintén egy hatalmas probléma, hogyha az ember elindul fotózni, mert mindenhez legalább félig le kellett szednem az állványt, vagy legalábbis folyamatosan nyugva volt, és idegesítő volt ebből a szempontból. És ez meg a mérete miatt újra megszabadultam egy táskától, és jött a harmadik táska, amit viszont szintén a kínálat hiánya miatt kényszer vásárlás volt Balin, de az már elég nagy volt, mindennel belefértem, szintén hátul középen volt az állvány, ami nagyon-nagyon nem volt szerencsés, rettenetesen csúnyán nézett ki, tehát hogy én nálam amúgy ez is szempont, hogy egy táska az már nézzen ki valahogy, és abban a táskában úgy néztem ki, mint egy fotócsöves, és ennek van nyilván előnye is, hogy nem akarják ellopni a felszerelésedet, mert hogy benne úgy sincs érték, de ennek ellenére nem szívesen, hogy mondjam, olyan, nem olyan jó érzéssel mutatkoztam meg benne, hogy én vagyok a fotós, érted. Még egy hatalmas problémája volt, hogy nagyon puha volt a táska, tehát hogy benne volt több mint 1 millió forint értékű kamerafelszerelés, meg a drón, meg mindenem, és gyakorlatilag nem védett elég, egy kisebb ütődés is problémát okozhatott volna, úgyhogy nagyon kellett vele vigyázni. Ráadásul ezek a belső elválasztó dolgok, amik benne vannak, azok nagyon puhák voltak, és ezért semmi nem volt halálbiztosan benne rögzítve, és a bepakolás is igen bonyodalmas volt. Ez a három táska után lettem elég okos ahhoz, hogy mi az a táska, ami viszont az én elvárásaimnak megfelel. És úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan elvárásom van, ami valószínűleg a te elvárásod is lenne, ha mondjuk már lett volna három táskád korábban, mint nekem. Úgyhogy ezeket most elmondom, és pontosan látni fogod azt, hogy miért egy ilyen táska mellett döntöttem a végén. Szerintem a táska választás sokkal bonyolultabb, mint maga a kamera. A kameránál sokkal pontosabb elképzelésem volt, hogy mit szeretnék vásárolni, és könnyebben le tudtam szűkíteni, hogy mit tudjon, mennyi pénzem van. És ez a táskánál sokkal nehezebb, mert azt gondolod, hogy ez csak egy táska. De akkor nézzük meg jobban, hogy mire is használjuk ezt a csak egy táskát. Ez dönti majd el, hogy mennyire fogod élvezni azt, hogy mondjuk, ha tájfotózol, mint én, meg kell másznod egy hegyet. Mert a kilátópontok nem tengerszint magasságon vannak, hanem meg kell másznod érte általában egy hegyet, sokat túrázol, kirándulsz, hegyet mászol benne, és hogyha ezt egy kényelmetlen, nem jó táskában teszed meg, akkor ugye nem feltétlenül fogod annyira élvezni ezt az egész fotózási folyamatot, és azt fogod észrevenni, ó, nem akarok állványt vinni magammal, nem akarok extra dolgokat, lencsét vinni magammal, egy csomó mindent inkább otthon hagysz, mert hogy ez egy probléma, és sokszor nem a felszerelésed mennyisége a probléma, hanem a táskád minősége, illetve miensége a probléma. Kirándulsz, és tételezzük föl, nyár van, izzad a hátad, nem szellőzik semennyire. Egy pólóban vagy, kidörzsöli a válladat, mert nincsen kipárnázva. Nem elég kemény, nincs elég védelem kívülről, belülről. Esik az eső. Valahogy az esőt is neked meg kellene fognod, hogy benne van elképesztő, többet ér a felszerelésem, mint az autón kétszer. És nem akarom, hogy egy eső kinyírja. És ilyen szempontok alapján ilyen védelmeket kell biztosítani, még a kényelmet, meg a kinézetet. És akkor ide jön hozzá a következő dolog, hogy utazni is szoktam én legalábbis egy táskával. Van egy méret, illetve egy súlykorlátja a legtöbb repülőtársaságnak, és egy olyan táskát akartam választani, ami ezekbe biztosan mindenhol belefér, és nyilván elég nagy viszont ahhoz, hogy a felszerelésem is beleférjen, mert a feladott podgyászba nem vagyok hajlandó kameradolgokat, vagy pedig számítástechnikai dolgokat, meg ilyen értékes elektronikai dolgokat feladni, mert mindannyian tudjuk, hogy bánnak a podgyászainkkal. Úgyhogy minden ilyennek bele kell férnie, mind a laptopnak, az összes kameracuccomnak, a drónomnak. Tudom, hogy Magyarországon nem lehetne elméletileg fölvinni a repülőgépre a drónt kézipodgyászba, én ennek ellenére azért meg megtettem, mert nem szívesen adom föl a feladott podgyászban. Ezen összessége az, amire, hogyha ezt mind-mind minden elvárásnak meg akarunk felelni, akkor odajukadunk,
hogy valószínűleg egy minőségi táskát kell majd megvennünk, ami nem 5000 forint, hanem pár 10000 forint, viszont az valószínűleg hosszú ideig ki fog minket szolgálni, és szívesen fogunk kimenni vele fotózni, vagy elmenni vele utazni, és nem fogjuk utálni az egészet. Úgyhogy most már látod azt, hogy én milyen szempontok alapján válogattam táskát, nagyon rosszul az első három alkalommal, úgyhogy arra jutottam, hogy a tökéletes táska, ami tudok vízállóvá tenni mondjuk egy extra bevonattal, az oldalára tudom tenni az állványt, és vannak első olyan zsebei, amiben nem kameracuccokat teszek, hanem akár valami papírokat, egy szendvicset, vagy bármi ilyesmi, plusz zsebek, sok pici zseb, amiben a kábeleket, memóriakártyákat, meg az ilyen kis apró szösszeneteket szét tudom szórni, úgyhogy nem egy nagy halmaz az egész, hanem minden szépen szeparálva, belefér egy laptop, egy tablet és a kameracuccom. És ennek ez a táska tökéletesen megfelelett. Még egyszer, a neve Manfrotto Advance 2 Gear, azt hiszem ez a neve, de amúgy ez egy új modell sorozat, van nekik több ilyen, több méretben, többféle elrendezéssel. Én amúgy az összeset megfogtam magamnak kézbe, kinyitottam, végig gondoltam, és kettő olyan táskát találtam a Manfrottónál, ami mindennek megfelel, és végül is ezt a táskát választottam magamnak. Remélem, hogy sikerült néhányatoknak pár jó tippet adnom, elindítanom a vezérhangját, hogy tényleg végig gondoljátok, hogy nektek mire van szükségetek, és ne legyetek olyan hülyék, mint én voltam. Egy táska választása szerintem sokkal nehezebb, mint azt elsőre tűnik, és igazából ennyi. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a harangikont, hogy ne maradjatok le semmiről, és akkor a következő videóban találkozunk. Víg napot!